Rendkívül rövidre sikeredett a rendes testületülése Törösszent Miklós önkormányzat képviselő testületének 2017. októberében. Kevés napirendi pont volt, ám de annál fontosabbak. Az egyik legfontosabb például a munkaerőpiaci helyzettel kapcsolatos jelentés, amelyben olyan számok vannak, amely szerint idejében azért jobban teljesített ez a régió is Törökszent Miklós, mint az elmúlt időszakban. Így van, gyakorlatilag minden év novemberében a járási hivatal foglalkoztatási osztálya az előző év foglalkoztatási helyzetéről beszámol a képviselőtestületnek, így gyakorlatilag mind a település, mind pedig a járás, illetve a megye tekintetében vannak bizonyos mutatók, amikből nagyon sok következtetést le lehet vonni. Gyakorlatilag a 2015-ös évhez képest a 2016-os év egy rendkívül jelentős változást hozott, hiszen a regisztrált munkanélküliek számában egy jelentős javulás volt tapasztalható Törökszent Miklós járás esetében. A korábbi 8,1%-os mutatóról gyakorlatilag ez a mutató 6,3%-ra változott. Nyilvánvalóan nagyon sok szegmense van annak, hogy éppen a munkanélküliség mitől függ. Azt gondolom, hogy az országban is azt tapasztalható, hogy nagyon sok helyen nagyon sok új foglalkoztató került be, és kezdett el új munkába. Gyakorlatilag, hogyha ezt veszük itt Törökszent Miklós járás tekintetében, a település határában, Tiszapüspökiben épült kukoricafeldolgozó, azt gondolom, hogy mindenféleképpen egy jelentős előrelépés és jelentős többletfoglalkoztatással fog bírni. Ugyanakkor egyéb dolgok is befolyásolják, hiszen Törökszent Miklósról is azt gondolom, hogy nem csak itt a járásban, hanem messzebb vidékekre is többen eljárnak dolgozni. Gyakorlatilag a másik nagy felvevő a közfoglalkoztatás, ezt évről évre el szokták mondani a beszámolóban a foglalkoztatási osztály vezetői, illetve a járáshivatal vezetői. Itt ebben a tekintetben minden települési önkormányzat igyekszik a saját részét, saját munkavállalóit, saját regisztrált munkanélküli lakosait munkához juttatni a start munkaprogramokon keresztül többek között, illetve hogyha van egyéb például hosszantartó foglalkoztatás, akkor arra is szoktunk pályázni mi is települési önkormányzatként. Október vége van, és most döntés született arról is, hogy hogyan készül fel város a téli időszakra, az időjárás viszontosságaira, amit nyilván előre nem lehet megjósolni, de egyfajta tervet azért lehet készíteni. Végül is mi áll ebben a tervben? Gyakorlatilag a téli síkosságmentesítést is tárgyalta a képviselőtestület. Itt igazából a téli rendelkezésre állásról tesz javaslatot a kommunális szolgáltató Kft. Mind az eszközök, mind pedig a munkaerő tekintetében van egy rendelkezésre álló idő, vannak eseti síkosságmentesítési feladatok, amik nyilván időjárás függőek. Gyakorlatilag azt gondolom, hogy a tavalyi év az éppen megmutatta, hogy egy olyan időszak után, amikor a enyhe telek voltak, és hirtelen egy nagyobb hómennyiség lezúdul, az gyakorlatilag, és nem nagy hómennyiségről beszélünk, hanem néhány 10 cm vastagságról, az nagyon meg tudja bénítani mind a gyalogos, mind a gépjármű forgalmat a város területén. Úgy gondolom egyébként, hogy mind a kommunális szolgáltatók Kft. Mellett az egyéb munkaerők tekintetében is az elkövetkezendő egy hónapban föl fogunk készülni, és mindenképpen szeretnénk egy azonnal mozgósítható hóeltakarító, kézi hóeltakarító munkásokból álló brigádot is bevetni. Tavalyi év azt gondolom, hogy sokak számára hozott például olyan problémát is, hogy adott esetben vannak olyan közterületnek vélt területei a városnak, amik egyébként magán kézben vannak, ezek pedig pont azok a parkolók, amik egy-egy üzlethez tartoznak.
ilyenek a nagyobb kereskedelmi bevásárló üzletek, de gyakorlatilag azt is tudni kell, hogy például itt a Kossuth úton az OTP épület, a piramis melletti terület, az sajnos nem városi kezelésben van, és ott épp a tavalyi évben elmulasztotta a hóeltakarítást elvégezni az épület ingatlan hasznosítója, és gyakorlatilag ott is a kommunális szolgáltató Kft., amikor már jégpáncél volt, akkor próbált ezen a helyzeten segíteni. Én azt gondolnám, hogy az ilyenekre is föl kell készülnünk, és előzetesen már föl kell vennünk például az ilyen ingatlan tulajdonosokkal is a kapcsolatot. Illetve ami mindig visszatérő probléma, az állami utak közül is az utak, amik mondjuk Törökszent Miklóst a kis településekkel összekötik, hiszen ez nem a város kezelésében van. Tavaly mire már kiment, és egyáltalán ha kiment, arról sincs információnk, hogy kijutottak-e az állami gépek. Gyakorlatilag egy letaposott vastag jégpáncél volt, amit az önkormányzat szórt le homokkal, és ezután vált járhatóvá. Tehát sokkal jobb lenne, hogyha ezekre az állam is, ugye az állami közútkezelés ugyanúgy fölkészülne, és megfelelő gépekkel hadba szállna akkor, amikor a hó az leesik. A lakosoknak milyen kötelezettségei vannak például az előttük, a lakóházak előtt lévő járdákkal kapcsolatban, illetve hogyha vannak olyan lakosok, akik nem tudják ezt a munkát elvégezni, mert mondjuk idősek, vagy nem laknak a településen, azoknak van-e lehetősége segítséget kérni, vagy egyáltalán hogy működik akkor, ha például egy lakóház előtt nincs eltakarítva például a hó? Ugye azt tudni kell, hogy minden lakosnak a saját ingatlan előtt kötelezettsége van a járda tisztántartására. Ez nem csak a nyári időszakban van így, hanem a téli időszakban is a síkosságmentesítés gyanánt. Sajnos azt el kell mondani, hogy már egy olyan korszakban élünk, amikor a jószomszédság az megszűnő félben van, vagy adott esetben ki is halt. Nagyon jó lenne egyébként, hogyha legalább olyan szinten visszatérnénk, hogy az ember a saját környezetében az időseket vagy a lakatlan ingatlanokat ilyenkor észre tudná venni, és gyakorlatilag, hogyha kell, akkor letakarítja a havat. Nyilvánvalóan, hogy az embere válogatja ezt a kérdést. Igazából a lakatlan ingatlanok esetében jó lenne, hogyha az ingatlan tulajdonosok gondoskodnának arról, hogy mi módon legyen a hóeltakarítás. Általában egyébként ez sem szokás, hogy minden esetben minden ingatlan tulajdonos, aki nem lakja a házat, az gondoskodjon erről a feladatról. Sajnos erre vonatkozóan egységesen kidolgozott feladatrendszer nem áll rendelkezésünkre. Legyünk tehát lojálisak egymásra, és segítsünk, ahol tudunk, ha más nem, egy hólapáttal és némi hólapátolással, az egészséges is. Én így gondolom egyébként, nem reklámhelye, de én ezt szoktam tenni a saját lakókörnyezetemben, amikor lehull a hó, tehát én az idős szomszédok előtt ugyanúgy letakarítom, mint saját magam előtt, meg a lakatlan ingatlan előtt is, de nyilván, hogy ténylegesen nem reklámként mondtam el, hanem azt gondolom, hogy ez természetes kellene, hogy legyen, hogy adott esetben, hogyha kell, akkor az ember 80 méteren is le tudja takarítani a havat, nem csak egy 20 méteres területen. A strand térjesítése megtörtént, nyilván téli üzemmódba váltott már a szolgáltatások tekintetében is, azonban egyfajta új lehetőség indult meg nemrégiben az egészségügyi szolgáltatás területén, amit talán alapja lehet annak, hogy később a Törökszent Miklósi strand is tovább fejlődjön, és egy európai színvonalú egészségügyi központnak adjon majd helyet a jövőben. Persze ezek csak tervek, de egy első lépést mindenképp megtett ma az önkormányzat. Így van, igazából már a 2015 óta van egy balneológiai gyógyászat a strandfürdő területén. A korábbi vállalkozó egy 2016-ban ezt a tevékenységet átadta egy másik vállalkozásnak, és gyakorlatilag ez a vállalkozás ez már kellőképpen hosszú ideje működteti ezt a tevékenységet. Gyakorlatilag már egy statisztikai adatokkal is szolgálni tud, és azt gondolom, hogy azok a mutatók,
amikről egyrészt az előterjesztés is beszámolt, és gyakorlatilag az előterjesztés egy olyan levelet, egy olyan kérelmet tartalmazott, ami óta egy több mint egy hónap eltelt, és gyakorlatilag az ott felvázolt számadatokhoz képest már 20-szal több volt a kezelések száma, és egy kezelés sorozat az 15, minimum 15 kezelésből áll. Tehát elmondható, hogy ez a fajta szolgáltatás ez úgy tűnik, hogy működőképes lesz itt a településen, és gyakorlatilag a szolgáltatást igénybevevők 90-95% a Törökszent Miklósi lakos, tehát nagyon kevesen vannak, akik más településről, többségében környékbeli településekről jönnek. Egyébként érdekességképpen a táblázat tartalmazza, hogy volt egy siófoki lakos, aki Törökszent Miklóson vette igénybe ezt a kezelést. Gyakorlatilag a szolgáltatótól kérdeztem, hogy ez hogy történt, és ő az Alföldön kívánt egy rövid időt tölteni, és összekötötte ezt a fajta üdülését a szolgáltatással, tehát itt vette ténylegesen igénybe, és a kemping területén szállt meg. Gyakorlatilag a mai képviselőtestületi ülésen egy olyan döntés született, hogy az jövő évtől kezdve a szolgáltató szolgáltatási díjat is fog kérni a betegektől, amit egyébként a környékbeli standfürdők már régóta kérnek, és gyakorlatilag a képviselőtestület arról döntött, hogy ennek a beteg által fizetendő díjnak az 50%-át a szociális keret terhére átvállalja. Igazából a döntés mögött az a cél húzódik meg, hogy ezt a fajta szolgáltatást mindenféleképpen szeretnénk, hogy itt maradjon a városban, és szeretnénk, hogy bővüljön is, hiszen ez is egy lehetőség a strandfürdő fejlesztésére, a strandfürdő szolgáltatásainak a bővítésére, bővülésére. We'll be right back.